Robotautókat programoznak hátrányos helyzetű salgótarjáni diákok a fehérvári Alba Innovárban. A 12 fiatal a Tanítsunk Magyarországért program pilot programja keretében táborozik Szabadbattyában és környékén, céges és önkormányzati adományból, az ötlet pedig egy helyi vállalkozótól származott. Látjuk, hogy járunk az ország, ugye mindenfelé, hogy dolgozunk, hogy hát vannak még teendőink ezen a területen, hogy a hátrányos helyzetű gyerekeknek valami új perspektívákat tudjunk megmutatni, és ennek kapcsán jutott eszünkbe az ötlet, hogy mi lenne, hogyha elhoznánk ide, és mutatnánk nekik néhány helyi vállalkozást, hogy mi hogy dolgozunk, és közben biztosítunk nekik egy kis pihenést is. Így a gyerekek az elmúlt napokban a helyi vállalkozások és gyárak mellett állatkertben is jártak, és nagyon jól érezték magukat. Melyik volt a legjobb része az egészen? Amikor bementünk a gyárba, azt ott voltak a... nagyon. Otthon most ezt hogy fogod majd elmesélni ezt a pár napot, ezt a tábort? Hát, mit fogsz róla mesélni? Hogy nagyon kedvesek voltak velem, és hogy ez volt életem szerintem a legszebb napjai. Örülünk, hogy jól érzitek magatokat. A salgótarjáni diákokat György László a Tanítsunk Magyarországért program koordinációjának ellátásáért felelős kormánybiztos is meglátogatta pénteken. Mint ezt a politikus elmondta, a Tanítsunk Magyarországért program koordinációjának köszönhetően az elmúlt években több ezer hátrányos helyzetű általános iskolás diák részesült egyetemista fiatalok mentorálásában, annak érdekében, hogy a fiatalok sikerrel végezzék majd későbbiekben tanulmányaikat. A Tanítsunk Magyarországért programot azért hoztuk létre, hogy ezeknek a gyerekeknek általános iskolás korukban megmutassuk a munkalehetőségeket, a továbbtanulási lehetőségeket és a kikapcsolódási lehetőségeket a nagyobb városokban, vagy azokon a távoli településeken, ahol aztán ők majd el fognak tudni helyezkedni. György László hozzátette, a cél az, hogy 2030-ra minden ma általános iskolás korú gyermek rendelkezzen legalább egy szakmával, vagy tanuljon tovább.